Úgy gondolom, hogy rossz a minisztériumi struktúra 2010-ben. Én ezt elég világosan elmondtam a miniszterelnöknek, akkor mi jó viszonyban voltunk. Sokszor elmondtam neki, hogy ne tegye azt, hogy besöpör mindent egy minisztériumban, oda tesz egy... Öm, a felsőoktatásban járatos embert miklós volt mm. akkor a miniszter, ő aztán gyorsan nem sokáig sok volt hely. miniszter, aztán Balogh Zoltán volt a miniszter, akkor oda tartozott becsomó minden. Ennek én azt gondolom, ezt soha nem mondta el a miniszterelnök ilyen nyíltan nekem, de én azt gondolom, hogy ő be be Subasztotta azokat a területeket, amelyekkel nem akart foglalkozni, az egészségügyet, az oktatást egy minisztériumban, és akkor ezek ott a költségvetési vitában döntsék el maguk között, vagy harcoljanak maguk között azt, hogy hova mennyi forrás jut.